Én nem olvasom fel újra, hiszen azt az előző alkalommal részletesen megbeszéltük, és a videót is megnéztük. Viszont néhány dolog az eddigi állításaimból, hogy a folytonosság meglegyen, azokat szeretném felelevenníteni. Tehát a koronavírus influenza-szerű megbetegedéseket, ezt úgy hívják szaknyelven, hogy ILI, influenza-like illnesses, okozott már 65-ben, és a NATO 4%-áért volt felelős, de az influenza-szerű megbetegedésekben nem ezt a koronavírust, hanem az influenza-vírust vizsgálták mindig. A koronavírussal senki nem foglalkozott, ez egy orvosi hetilapban megjelent cikk alapján. A COVID-19 betegség vírusát nem izolálták, és nem is létezett fizikálisan, nem küldték meg sehová fizikálisan Kínából, hanem elküldtek egy génszekvenciát számítógépben, és abból építette fel minden ország az úgynevezett szekvenálással magát, a saját laborvírusát. Ez a Karikó Katalinnal készült videóból derült ki. Egy laboratóriumban kiokoskodott, számítógépben modellezett vírusjárványt hoztak létre, mert most csak a koronavírust vizsgálták náthás és egészséges emberekben egy megkérdőjelezhető, soha nem hitelesített technikával, a PCR-tesztek segítségével. Itt a járványküszöböket elemeztem. A COVID-járvány szándékos tervezettségére utal, hogy a kormányok COVID-19 eszközökből már 2017-ben bevásároltak. A COVID-19 tesztelését már 2015-ben nemzetközi fórumon levédték. Nem volt első hullámban, most járvány 2020-ban, de azóta sem. Ugye ez azzal a vádponttal kapcsolatos, hogy nem volt általa okozott COVID-19 betegség, nem volt valós világjárvány, az emberek nem a SARS-CoV-2 vírustól haltak meg, hanem alapbetegségeik és szokásos influenza-szerű megbetegedések miatt. Ezt állítottam a videóban. Ha lett volna járvány, akkor is a koronavírus betegség valós veszélyessége, halálossága bőven 1% alatti. Ez több tanulmányból, átfogó elemzésekből kiderül. A világ legidézettebb tudósa, Ioannidis professzor összegző tanulmányaiból is ugyanez látszik. Kivéve a 70 év feletti korosztályt, ahol elérheti az 5,5%-ot, vagyis a lakosság nem volt veszélyeztetettebb, mint a szokvány előző évi influenzák esetén. A félelem generálása indokolatlan volt, az influenza vírus nem is mérték, így azt sem lehet tudni, hogy melyik vírus okozta a 2020 és 23 közötti főként náthás betegségeket. Az előző évi járványokhoz képest enyhe lefolyású náthás időszak volt a 2020-23, kevesebb valódi légúti beteggel. Ez is adatokon alapuló megjegyzés. Le kéne kapcsoljuk, nem? Nem. Vagy valamit legalább. A természetes koronavírus fertőződés átélése bármilyen oltás nélkül 97,3%-os élethosszig tartó védelmet hoz létre minden variánssal szemben, mi alatt a veszélyessége bőven 1% alatti. Tehát ha valaki minden oltás és intézkedés nélkül megkapja ezt a betegséget, ami most itt 2020 és 23 között volt, az 97,3%-ban élethosszig minden variánssal szemben védett lesz. Az influenza átélése, ezt a Katar tanulmány írja le. Ezentúl az influenza átélése is véd a COVID-19 ellen élethosszig. Az idős embereket érintette leginkább a COVID jelenség, de nem csak a fertőzés, hanem a COVID intézkedések félelemkeltése, elzárva a családtól, életidegen eljárások, szkafanderbe öltözött emberek sok más betegséggel együtt nagyobb eséllyel elhaláloztak így. Nem feküdt a kórházakban sok COVID-beteg, és egyáltalán nem voltak Magyarországon COVID-betegek 2020 első hulláma alatt, amikor lezárták a közlekedést, home office van, de kellett dolgozni,
nem mehettünk az intézményekbe, vendéglátóhelyekre, az időseket nem lehetett látogatni, kijárási tilalom volt, a gyerekek nem mehettek iskolába, maszk nem hordásáért büntettek a rendőrök az utcán, meghatározták, hogy melyik korosztály mikor mehet vásárolni, a kórházi osztályoktól pedig hazaküldték a valódi betegeket, mondván, hogy kell a hely a sok Covid betegnek, és aztán persze üresen maradtak ezek az osztályok. Vagyis tudománytalanul hazudtak nekünk, ami sok vállalkozás munkahely tönkremenéséhez vezetett, nem látták el a szokásos betegeket, rémületben tartották az országot. Amikor ilyeneket mondok, akkor azt a számomra áll szakemberek elleni véleményként mondom el, és nem pedig a politika elleni véleményként. Valós koronavírus miatti halott és koronavírus miatti beteg a hivatalosan közölt esetek 3%-a lehetett. Ezt dr. Müller Cecília mondja több helyen, több videóban is, ebből egyet bejátszottam. Ez az egész 3 éves járványidőszak alatt 4446 halált jelentett, ami 1482 évente, ami a legalacsonyabb influenza miatti halálozásoknak felel meg. Soha nem írták le hitelesen, hogy mibe különbözik a COVID-19, az influenza, a nátha és a többi illi betegség tünettanától. Azért nem írták le, mert nincs különbség. Valójában tehát ugyanaz mindegyik. Legfeljebb a résztvevő kórokozók arányának enyhe különbségét lehetett volna feltárni, ha ezt vizsgálták volna. Ezeket szintén irodalmi adatokkal támasztottam alá. Tehát ugye azt állítottam a videóban, nem annyian haltak meg, amit harsognak, hanem csupán annak töredéke, mert csaló módon számolják az eseteket, hogy megfélemlítsenek mindenkit. És ezt ugye a Müller Cecília féle videókból lehet követni, hogy valójában 3% volt, aki ténylegesen úgymond COVID-beteg volt. A többi az a saját betegségei, addigi betegségei miatt betegedett meg, vagy halt meg. Az influenza helyett kamu PCR teszt alapján csak COVID-19-et kommunikálták, ami a félelmet okozta. 2020-22-ben az influenzát eltüntették a statisztikákból, és minden régúti gyulladásos megbetegedést COVID-nak tituláltak. Ennek az az oka, hogy ezt is grafikonokkal mutattam, ennek az az oka, hogy az illit, vagyis az influenza-szerű megbetegedéseket mindig többféle vírus és baktérium okozza. Tehát rinovírusok, parainfluenza vírusok, koronavírusok, adenovírusok, enterovírusok, Coxsackie A, B, Echo és enterovírus. És persze az influenza vírusok különböző arányokban. Erről adtam be egy tankönyvi lapot a tisztelt bíróságnak. Így az a látszat keletkezett, mintha minden légúti betegség csak is SARS-CoV-2, vagyis valamely koronavírus miatt keletkezett volna. Indokolatlan volt az a narratíva, hogy a COVID-19 valami újfajta nagyon veszélyes fertőzés. Szlávik János, ugye a fő infektológus, aki lépten-nyomon nyilatkozott a médiákban, azt mondta, a koronavírus fertőzés alig veszélyesebb, mint az influenza. Nem veszélyes a gyerekekre, felnőttekre. Csak az idős beteg emberekre jelentetett veszélyt, de azokon sem veszélyesebb, mint a szokásos minden évben tapasztalt influenza, amikor nem szoktak ilyen félelemkampányt folytatni, és erre mutattam ugye a Ioannidis féle táblázatot, amiből ez kiderült. Az oltások nem védőoltások. Ugye az oltással kapcsolatban kifejtette, hogy nem védőoltás, ezt írta a ügyészség. Az Európai Gyógyszerügyi Hatóság, az EMA, nem is arra engedélyezte az oltásokat, hogy azzal megakadályozzák a fertőzés terjedését, csak az egyéni gyógyításra adtak engedélyt, kilátásba helyezte, hogy nagyon sok mellékhatás lesz. Tehát ugye ezt a holland képviselő, EU képviselő által forszírozott vagy előmozdított levelezést, ennek a videóját mutattam, amiből kiderült, hogy az EMA, tehát az Európai Gyógyszerügyi Hatóság elnöke írta le most utólag, hogy nem is arra volt engedélyezve az oltás, hogy az tömegesen a fertőzés terjedésének megakadályozására beadják, hanem csak is arra, hogy egyéni
Tehát aki beteg, annak a gyógyítására. Megjegyzem, arra se alkalmas, de ez volt a probléma, hogy nem is arra használták az oltóanyagot. Az EU és a Pfizer közötti tisztelt bíróságnak beadott szerződés szerint annak megkötésekor 19 novemberében ismert volt, hogy az oltások jelentősen kockázatosak, oltásoknak lehetnek akár halált okozó mellékhatása, és semmilyen hatása nem ismert. Kértem a tisztelt bíróságot, hogy lehetőség szerint a magyar gyógyszervásárlási szerződést kérje ki. Ez egy ötletfelvetés. Sok mindent tudnak tisztázni, gondolom. A Covid védőoltásoknak mondott mod-RNS injekció génterápiás létét a Pfizer mellett sok nemzetközi fórum elismeri. Itt bemutattam a Remik Ausztrál Szenátor videóját, aki tisztázta, hogy minden nemzetközi fórum már génterápiás szernek minősíti az oltást, és a képviselő, a Pfizer képviselője pedig elmondta, hogy azért nem engedélyezték Ausztráliában génterápiás szerként, mert van egy olyan jogszabályuk, hogy a külföldön gyártott génterápiás szereket Ausztráliában nem kell engedélyezni. Tehát kvázi elismerte, hogy génmódosításról van szó. Ennek kapcsán szintén beadtam a tisztelt bíróságnak Bardot Zsuzsa professzorasszony szakvéleményét. És ezt a hivatkozásokban szeretném majd még kiegészíteni, azt elhoztam magammal és azt odaadom. Habár mi még úgy tanultuk, és ezt a Bardot Zsuzsa mondja, habár mi még úgy tanultuk, hogy génekből egy irányú az átírási folyamat, tehát a DNS-ből RNS fehérje keletkezik, de ez nem így van. Ma már igazolt, hogy az RNS is képes a DNS-be beépülni. Konkrétan az is igazolt, hogy a Covid injekciókban beadott mód RNS is képes beépülni az oltott személy DNS-ébe. Ennek a nagyon alapos közleményeit meg lehet találni az ő hivatkozásaiban. A Covid-19 injekciókban nem a SARS-CoV-2 vírus természetes tüskefehérjéjét kódoló mRNS szekvencia került, hanem egy megváltoztatott, úgynevezett stabilizált, szintetikus genetikai anyag. Az a mmRNS vagy mod-RNS, ugye ezért kapta Karikó Katalin a Nobel-díjat. Így ezek a védőoltásnak nevezett injekciók GMO-vá változtatják a kezelt szemét, vagyis génmódosított személyé. Nem nevezhetők tehát védőoltásnak, de még csak oltásnak sem. Ennek azért van jelentősége egyedül, mert jelenleg érvényben lévő törvények alapján a gyártócégek mentesek az oltások által okozott egészségkárosodás minden felelősségre vonásától. Így a vészhelyzetben engedélyezett COVID-19 injekciók gyártói, ha valamilyen károsodást okoznak, nem kell, hogy felelősséget vállaljanak az oltás által okozott egészségkárosodásért. Ha a készítmény bármely más gyógyszer kategóriába tartozik, legyen az génterápia, információs terápia, gyógykezelés vagy injekció, tehát ezek más gyógyszerkategóriák, akkor az okozott károk megtérítéséért a gyártót tehetné felelősség. Vagyis ő terhelné a felelősség. A GMO szervezetet szabadalmaztató birtokolja. Ezt is mondja Bardot Zsuzsa. Ezt igazolja a precedens jog. Ez a Monsanto és Pfizer kanadai perében derült ki 2004-ben. Minden mmRNS vagy mod-RNS szabadalmaztatható és szabadalmaztatott is. Ha ilyen genetikai anyag kerül az emberbe, az az embert GMO-vá alakítja, vagy alakíthatja. Precedens jog azt mutatja, hogy a GMO növények és a GMO állatok az őket előállító vállalat tulajdonát képezik. Ugyan a természetes személy nem szabadalmaztatható, de a GMO-vá alakított ember már nem számít természetes személynek. A precedens jog alapján a GMO-vá alakított ember is a nukleinsav alakú injekciót előállító vállalat tulajdonába kerülhet. Ez számos további etikai és egyéb problémát vet fel a tulajdonjog kérdésével kapcsolatban. Mit jelent az, ha az ember tulajdonná válhat? Ha ugyanis az egyes emberek többféle vállalat mmRNS
injekcióját kapták. Kérdés, hogy melyik vállalatnak van tulajdonjoga a GM ember felett? Vagy melyik, milyen arányban birtokolja az embert? Mit jelent a személy számára az, ha egy vagy több vállalat gyakorol tulajdonjogot felette? Hát egyáltalán az is, hogy egy vállalat gyakorol tulajdonjogot, ilyet ugye még nem hallottunk. Olyan beavatkozás történt, amely mellett nem lehet csendben elmenni. Az is kérdés, hogy beleegyezését adta-e az állampolgár a génkezeléshez. Egy másik fontos jogi probléma az, hogy tájékoztatták-e a szemét arról, hogy az oltás őt magát, vagy a felügyelete alatt álló szemét génterápiának teszi ki, illetve genetikailag módosítja. A tájékoztatás ugyanis a génmódosítást elvégző személy kötelessége lenne, és a tájékoztatás hiányáért büntető jogi és kórházetikai felelősséggel tartozik. A tüskefehérje egy prion, amely a vélegyáton is átjut. Ez egy nagyon pici molekula, amely kisebb, mint a vírus, és ugyanolyan fertőző, és ugyanolyan súlyos betegségeket okozó, mint a vírus. Olyan, mint a szivacsos agysorvadást kergemarha kort okozó fehérje. Van benne AIDS okozó fehérje rész is, mármint a tüskefehérjében, amit az injekcióval termeltetnek az emberben. Valamint közben kiderült, hogy idegen bakteriális DNS szekvenciák is vannak benne, méghozzá milliós nagyságrendben, akkor nyilvánvaló, hogy ez a génmanipuláció súlyos betegségek kiindulási pontja lehet. Ugye erre is elmondtam, hogy három helyen is a világon megcsinálták ezeket a kísérleteket, és egyértelműen igazolódott, hogy akár a Pfizerben akár 30%-nyi idegen szennyező DNS partikula lehet. Az oltások után a különböző adatbázisok alapján nagyon sokan meghaltak és megbetegedtek. Ezt például a VAERS amerikai adatbázis és az EUDRA európai adatbázis alapján lehet kijelenteni. Aránytalanul sokkal többen meghaltak a Covid oltások után, mint az összes eddigi egyéb oltások után. Minden tudományos kritériumnak megfelelő közlemények és adatbázisok száma egyre nő. Több ezer hitelesen minden tudományos elvnek megfelelően igazolt esetet mutat már az irodalom, amelyek igazolják a Covid oltások után extrém károsodásokat és haláleseteket. Az oltottak a halálozásokban és a megbetegedésekben minden szempontból rosszabbul szerepelnek, mint az oltatlanok. És erre is rengeteg irodalmi adat van most már. A magyar járványpropaganda hamis volt. A magyar embereket valódi rémhírekkel becsapták, megtévesztették, kényszerítették, nyomás alá helyezték. Nem ismerjük a valós adatokat, hogy hányan károsodtak. A gyerekek nem kapták el a koronavírus fertőzést, nem adták tovább, semmilyen szempontból bárhogyan viselkedtek, bármit tettek, az elkövetett intézkedésektől nem lehettek egészségesebbek, és sehogyan sem tudtak hozzájárulni az ország felnőtt lakosságának egészségi állapotához sem. A gyerekeket nem lett volna szabad semmilyen intézkedésnek alávetni, se maszk, se tesztelés, se félelemkeltés, se oltás révén. A megtett intézkedések károsították a gyerekeket. Az egész járvány időszak alatt az emberek félek, és ugye ezt is igazoltam olyan publikációval, amelyik elmondta, hogy helyrehozhatatlan immunrendszeri kár keletkezett a toltások nyomán a gyermekekben. Az emberek félelmét igyekeztem oszlatni, melyet a valódi rémhírgyártók, tehát az orvosok, a celebek, a propagandisták, a médiák hoztak létre a lakosságban. Ugye ezt a passzust annak alapján mondtam el, amit a videóban állítottam, kérte, hogy gyűjtsenek minden információt, dokumentáljanak, mert a nagy újraébredés után szükség lesz környezetünk árulóktól, bűnözőktől való megtisztítására. Már a Pfizer eredeti kísérletei elárulták, hogy csalnak. Olyan kicsi méretű volt a vizsgált kísérleti csoport, hogy az alkalmatlan milliárdok beoltásának biztonságosságát megítélni. Nem azt mérték, hogy kivédi a betegséget, hanem azt, hogy van-e valamennyi, ki tudja, mire alkalmas ellenanyaga. De a mért ellenanyag is csak kísérleti alanyag talán felében alakult ki. A
Az injekció egyik fő mellékhatása maga a COVID-19 betegség volt, a kísérleti alanyok ötödében, amiben 200-an bele is haltak. Tehát ez az anyag, ez a Pfizer eredeti kísérleteinek a dokumentációja, amit 3500 tudós dolgozott fel, miután egy texasi bíróság kiadatta a Pfizerrel és az FDA-val ezeket a dokumentumokat. A terhes anyák oltása után beoltott terhes anyák 87,5%-ban elvetéltek az eredeti kísérletben. Tehát ez a Pfizer eredeti kísérlete 87,5%-ban elvetéltek. Ennek ellenére a magyar hatóságok, hivatalok és médiacelebek, például Ruskai doktor és társai, ma is ajánlatják a terhes anyák oltását. A Pfizer maga kimondta, hogy a shedding, vagyis az oltottaktól az oltatlanok oltóanyagokkal való fertőződése létező jelenség. Azt is kimondta, hogy az mRNA-s bekerül a szervekbe, beépül és ott nem áll le, hanem vég nélkül termeli a spike proteint. Létezik egy túlhalálozás jelenség. A Covid oltások után soha nem látott mértékű túlhalálozás látszik a különböző hivatalos adatbázisokban, az oltás kampánya a sújtott országokban. Minél több oltást kapott valaki, annál inkább COVID-19 beteggé válik. Ez a Cleveland tanulmánynak a mondandója. Minél többet kapott, annál betegebb lesz COVID-ban. Sportolók, pilóták, tehát a legjobb fizikai állapotban lévő személyek hirtelen összeesnek, meghalnak. Több mint 2000 videókkal és újságcikkekkel dokumentált eset létezik, amit a tudomány és a propaganda képviselői nem vizsgálnak. Az oltásokban extrém mérgező szennyezések vannak. Idegen baktériális DNS-ek, amiről már az előbb beszéltem, fém szennyezések, grafén, PEG és sok más. Különösen súlyos mérgezéseket okoznak a DNS fragmentumok, többek között daganatokat okozó szincitium vírus 40, SV40 is benne van, mely egyes Pfizer sorozatokban a benne lévő anyagok akár 35%-át is elérheti. A Pfizer magasrangú képviselője, Jimmy Small, az EU parlamentben elmondja, hogy azt, hogy az oltóanyagaik megakadályozzák a vírus átvitelét, azt nem is vizsgálták a forgalomban hozatal előtt. Ez a Rob Rose nevű európai parlamenti képviselő Hollandiából. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? Tehát egyértelmű kérdés, vizsgálták előtte, hogy átviszi a megakadályozza a vírus átvitelét. Az a kérdés, hogy igen már vagy nem már válaszolja az igazgató. Nem vizsgáltuk, mert fel kellett gyorsítanunk a tudományi eszmünket. A vészhelyzeti intézkedések és a vészhelyzeti kommunikáció nem írhatják felül az éveződes orvosi etika alapelveit, és itt mégis számtalan pontban ez történt. Részletesen elmondtam, hogy milyen pontokban sérült az orvosi etika.
Az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig, ez a legfontosabb feladata az orvosnak. Beteg önrendelkezési jogát kell biztosítsa, kiszolgáltatottságát kell elkerülje, nem írhatja felül a politika, a WHO-ba való elvakult hit, és a tudománynak nevezett, de valójában hamisan tudományosnak beállított világnézet sem. Nem szabad lett volna semmilyen módon diszkriminálni az oltatlanokat, pedig lépten-nyomon megalázták, nyomás alá helyezték, hazudtak nekik, nem tájékoztatták őket alaposan. A megértett tájékoztatás elvével és gyakorlatával, amely legalább 20-30 perces alapos felvilágosítást kell jelentsen. Kérdésfelelet kellett volna legyen. Nem fér össze a tömeges oltási program. 2 percenkénti következő oltás egy etikát követő etikátlanság az orvos részéről. El kellett volna mondani a következőket. 1. Meghalhatnak tőle, sokkal több halott van, mint eddig bármi más oltástól. Ezt tudnia kellett volna minden beoltandónak. 2. Nem tartják számon a mellékhatásokat. Így az oltóorvos nem tudhatja, hányan betegednek és halnak meg az oltástól. 3. Ez egy kísérleti szel, amelytől meg lehet halni. 4. Semmilyen adat nem bizonyítja, hogy bármit is segített volna egy járvány megelőzésében eddig. Tehát ezeket az információkat ahhoz, hogy a megértett tájékoztatás megvalósuljon, ez az etikának egyik legfontosabb tétele, ahhoz ezt el kellett volna mondani. Az orvos azonnal le kell állítson egy gyógyszerre való tevékenységet, ha gyógyszernek mellékhatását, hatástalanságát észleli. Etikai vétség egy kísérleti szerről való bármilyen nyilvánosság előtti tájékoztatás, különösen ha azzal a gyógyítás illúzióját kelteti. Itt pedig ugye az történt, hogy folyton azt súlykolták, hogy ettől gyógyulnak az emberek. A gyógyszer iránti bizalom táplálására nem lehet ismert személyekre és testületekre, például akár a WHO-ra hivatkozni. Kirívóan súlyos etikai vétségnek minősül egy kutatásban úgy részt venni, és ugye ez egy kutatás volt, tehát nem lezárt kísérletek, ezekből veszik a kísérleti alanyokat, egy orvosnak, hogy nem kellően felkészült a kísérlet lényegéről, a nyelvtudományos adatok átláthatóságáról, és a beteg állapotát, életét nagyobb mértékben kockáztatja, mint amennyit a vizsgálat a tudomány számára haszonként jelenthet. Állandóan mérlegelni kellett volna minden oltóorvosnak, hogy benne hatás és mellékhatás, mert azonnal abba kell hagynia a kísérlet folytatását, ha ilyet észlel. Minden résztvevő csak is önkéntesség és semmiféle kényszerítés alapján vehetne részt a kísérletben. Pedig itt ugye nagyon sok ember csak kényszerítés alapján vette fel az oltást. Pedig az oltottak döntő része önkéntesen, nem önkéntesen, hanem kényszerítés alapján. Munkahelyelvesztés, intézménybe belépési jog, orvosi beavatkozás, külföldi utazás, iskolai látogatás elvesztése, stb. Etikátlan az is, ha hatékony kezeléseket leállítanak azért, hogy a kísérletet folytathassák. Lásd D-vitamin, C-vitamin, ivermektin, hidroxiklorokin, antibiotikumos kezelés. Tehát ugye a Merkeli professzor által jegyzett orvosi hetedapos cikket bemutattam, amelyben egyértelműen leírják, hogy 90%-kal csökkenthető a légúti betegségek mennyisége, ha D-vitamint adagolnak. Teljesen feleslegesen gerjesztették és túlfokozták a lakosság félelmét. Erre is vannak ugye kutatások, hazug mantrákkal, manipulált képekkel, nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet kihirdetésével, maszkkötelezéssel, hatósági intézkedésekkel, lezárásokkal. Mostanság már a magyar és a szlovák miniszterelnök is ugyanarról beszélt, mint én tettem. Azt mondta Orbán Viktor, biológiai fegyvert szaporítanak és engednek szabadon a szabad világ minden nemzete ellen. Azt akarták, hogy a beoltatlanok úgy nyögjenek a fájdalomtól, mint a disznók. Ezt meg Robert Fico mondta. Erőszakot is alkalmazni akartak az oltatlanok ellen. Botrányos következményei vannak az oltásoknak. Nem fogja jóváhagyni a WHO felettes szervként való elismerését a járványok elleni küzdelemben szuverén államok rovására. Ezt mondta Robert Fico. Kórházi egységes COVID protokoll, ez egy WHO protokoll, kvázi kivégezte a betegek egy jelentős részét. A lélegeztető gépre tettek 80-90%-a nem élte túl,
Erről kórházi nővérek számolnak be. És hát magyar újságcikk is, a Telexben is megjelent, hogy az okfő egyik nyilatkozott, ennek is benne van az írásos anyagban a forrása. A remdesivir és favipiravir mérgező kísérleti szerek, amelyek a Covid gyógyítására nem alkalmasak. Hatékony gyógymódok vannak. D, C-vitamin, ivermektin, hidroxiklorokin, Magyarországon gyártják is. Légzőgyakorlatok, melyekről seregnyi közlemény jelent meg, de nem alkalmazták a klinikai gyakorlatban. Bill Gates, Yuval Noah Harari, David Meadows arról számoltak be, hogy az új világrendjük szerint van felesleges ember a világban, és ők feladatuknak érzik, ezekről az emberekről gondoskodjanak. Őket eltüntessék, vagy drogokkal és számítógépes játékokkal tegyék haszontalanná. Hasznossá létüket. A PCR-teszt alkalmatlan a betegség azonosítására. Nem tudja megkülönböztetni az influenzától, óriási a tévedés valószínűsége, a CT, vagyis a vizsgálat ciklus számát nem adják meg, pedig anélkül nem értékelhető helyesen a PCR-teszt eredménye. Ezt egy japán vizsgálat igazolta. Ráadásul keveri a különböző vírusokat. Önmagában nem jelent diagnózist. Ezt maga a CDC, illetve a WHO is kijelentette. A maszkot csak annak indokolt hordania, aki beteg, a sebésznek, aki műt, és a fogorvosnak, aki szájban beavatkozást végez. Egyéb haszna nincs semmi, de tudományosan bizonyított kára nagyon sok. Erre is nagyon sok közleményt bemutattam. És akkor a második szintje, amire ugye minden celeb hivatkozott, hogy a WHO. Nem volt valós világjárvány, ez ennek a mélyebb szintje, az összeesküvés gazdái cselekedetei egyel közelebbről. Krisz Tamás szeretném idézni, aki magyar politológus, filozófus, közgazdás, politikatudomány kandidátusa, a Civil Összefogás Fórum szóvivője. Sok minden szerepel az önéletrajzában, nem húzom bele az időt. Jelenleg a 100. főiskola Budapest is egyik tagozatán oktató. Nem, 2002-ig volt oktató, bocsánat. És kétségtelen, hogy most már azért amerikai hivatalos, majdnem hivatalos vélemény, hogy ez azért a Wuhan laboratóriumból került, tehát az FBI cseszmányokat, a WHO hogyan tör előre, és hogyan próbál valóban olyan hatalomhoz jutni, amire nem volt még példa. Több nemzetek feletti uralomra törekszik a WHO, és hogy legyünk egészen konkrétan, tulajdonképpen ez a Covid időszakban ez a törekvés először nyilvánult meg, de már korábban meg voltak ezek a koncepciók egyébként. Ne felejtsük el, hogy 2017-ben lett a WHO elnöke egy bizonyos Abraham Tedros Ghebreyesus Jézus nevű. Hát a neve az elég jól csengene, ugye, de ezzel szemben hát eléggé másfajta karakterű ember lett az elnöke a WHO-nak. Ezt több ideje érdemes tisztázni, hogy ez a Gebre Jézus úr, ez egy etióp, egy volt etióp kommunista, terrorista. Terrorista. Így van, tudnék szabadon mennyit mondani, mert az ő által a vezetett kommunista párt az komoly polgárháborús küzdelmek vett részt a hatalom érdekében, amit meg is szereztek, aztán később, ahol ő egyébként egészségügyi miniszter lett, nincs orvosi végzettsége. De az a helyzet, hogy az amerikai minisztérium, biztonsági minisztérium ezt a szervezetet, ezt a kommunista pártot lényegében terrorista szervezetek minősítette. Annak idején, amikor bizony-bizony gyilkosságok, tömeggyilkosságok sorozatában vett részt ez a szervezet. És ezt ő vezette. Ezt ő vezette akkor, és később is a kormányon is egyébként bizonyos etnikai csoportokat lenyomtak tulajdonképpen, és ott sem volt mentes, az sem egy humanista folyamat volt ott, és bizony emberek sokasága halt meg. Tehát gyakorlatilag ennek az embernek a háttere egy teljességgel elfogadhatatlan háttér, egyrészt kommunista, másrészt terrorista. Most valahogyan a dolgok úgy alakultak, hogy 17-ben ő került a WHO élére. Ez szerintem önmagáért beszél,
mert hogy lehet ez, hogy történhetett ez meg, nyilvánvalóan úgy, hogy valakik, akik a háttérben a WHO-t úgy igazából irányítják, azoknak ez az ember tökéletes volt, tekintetben arra, hogy bízhattak abban, hogy a kezükben tartják, és mindent végre fog hajtani, amit ők akarnak. Én meggyőződésem szerint, tehát már a Covid előtt a tervek elindulhattak. Az ő személye, még egyszer mondom, az ő megválaszt, idézőjelben, inkább azt mondom, hogy kiválasztódása, hogy ilyen magyar tanul fogalmazok, tehát az ő oda tevődése, tehát hogy ő ott van, az már jelezte, hogy valamilyen tervek készülnek a WHO-n belül, illetve a WHO támog, és ez nagyon fontos, amit mondtál. Az a lényeg, hogy kik állnak a WHO mögött. A WHO átalakult teljes egészében. 48-ban jött létre, ugye, mint tanácsadó, az ENSZ-nek egy szakosított szervezete, egy tanácsadó, kifejezetten tanácsadó szervezet, tehát amelyik segít a 194 országnak abban, hogy a lehető legjobb megoldásokat hozzák, hogy kitör a járvány, meg hát egyéb egészségügyi problémák. Na most azonban azóta eltelt nagyon sok idő, és nagyon sok változás következett be. A legfontosabb az, megítélésem szerint, hogy a finanszírozása alapjában megváltozott a WHO-nak. A WHO-t nagyon sokáig a tagállamok finanszírozták, mind a 194, azonban ez 93-ban megváltozott, akkor az Egyesült Államok lényegében véve bizonyos értelemben félig pedig kihúzta magát ebből, és egy minimális összeggel támogatta a WHO-t, és ezek után fokozatosan átalakult a WHO-nak a finanszírozási háttere. Ma ez úgy néz ki ma már, hogy igazából magáncégek, magánalapítványok nagyon nagy szerepet játszanak. Lényegében, ha jól emlékszem, akkor az alapra kb. 85%-a a WHO-nak a költségvetésének már ilyen magán emberektől, magán cégektől, alapítványoktól származik. Itt mindenképpen említeni kell Bill Gates nevét, amelyik ebben nagyon nagy szerepet játszik, aki nagyon nagy szerepet játszik, de ezen kívül például a Rockefeller alapítvány is ott van, akkor a Gavi, amelyik egyébként szintén Bill Gateshez kötődik valamilyen szinten. Tehát tulajdonképpen az alakult ki, hogy a WHO-ból egy államok által támogatott, államok által finanszírozott cégből magánszervezetek által finanszírozott céggé változott át. És ugye most Bill Gatesről aztán órákat lehetne beszélni, az ő céljairól, elképzeléseiről. Én Bill Gates-el kapcsolatban meg egy szkeptikus állásponton vagyok. Bill Gates, aki nem ért egyébként ahhoz, amihez te jól értesz, ő kinevezte magát az egyik legnagyobb járványügyi szakértőnek, és akár a Covid-dal kapcsolatban is egyébként. És ennek ezek után, ha Bill Gates óriási pénzekkel támogatja a WHO-t, akkor elgondolhatjuk azt, hogy egy hozzá nem értő ember, akinek vannak elképesztő víziói a világ jövőjéről is, sok minden más kérdésben is, nem csak ebben, akkor az ő befolyása milyen erős. Tehát akkor a dolog úgy változik, hogy innentől kezdve nem egy demokratikusan működő szervezet abból a szempontból a WHO, hogy a tagállamok befizetéséből működik, hanem magáncégek hatalmas befizetéséből. Innentől kezdve ezek a magáncégek, bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy a nagyon nagy szerepet játszik a Big Pharma a támogatásában, tehát a nagyon nagy gyógyszergyártó cégek is ott vannak, akkor innentől kezdve végül is azért a WHO működését már befolyásolják olyan magánjellegű személyek, alapítványok, célok, amelyek valamilyen irányba eltéríthetik a WHO-t, és az én személyes meggyőződésem szerint, amit én most látok, a jelenlegi folyamatokat, ami ennek a végeredménye 2024. május 21 és 30-a közötti, hogy is mondják, WHO világközgyűlésen ki akarnak alakítani egy olyan új formációt a WHO számára, amelyben tulajdonképpen a WHO úgy néz ki, hogy átvenni a nemzetek feletti irányítást ezekben a kérdésekben. A félretájékoztatás elleni küzdelem. Ez benne van egyébként ebben a szövegben. Az egyik legveszélyesebb. Az arról szól, hogy már megint, azért mondom, hogy már megint, mert egyébként szerintem a 20-tól 22-ig sem tudtunk igazán nyíltan vitatkozni ezekről a dolgokról, erről a járványról sem, a Covidról sem,
és baromi kemény kérdések maradtak nyitva. Én ezeket nagyon, nagyon sajnálom, hogy nagyon kemény kérdések nyitva maradtak, aztán hirtelen kiderültek dolgok. Például az Európai Parlamentben, amikor a Pfizernek az egyik igazgató nője közölte, hogy jó, hát mi azt végül is azt azért azt nem gondoltuk, és nem mondtuk, hogy a vakcina az majd teljesen biztossá tesz a vírus elkapása ellen, illetve nem adjuk tovább. Főleg ez volt, mert azt mondták, hogy nem adjuk tovább, ugye? Tehát aki megkapja, az nem adja tovább. És aztán micsoda morális nyomást tettek az egész világra, hogy aki nem teszi be a vakcinát, az egy szörnyű ember, mert az tovább adhatja. És kiderült, ez a hölgy elmondta az ENSZ parlamenti bizottság előtt, hát erről szó sincs, tehát ezt nem mondtuk egyáltalán nem. Közben azért már arról sem tud a közvélemény, és a magyar közvélemény nagyon kevés a dolgot tud, hogy például már a bíróságok kiperelték a Pfizernek a dokumentumának egy jelentős részét az előzetes vizsgálatokról, és hát kiderül, hogy rengeteg mellékhatás jelentkezett a Pfizer vakcinával, a mRNA-s vakcinával kapcsolatban. Hát ez egy magyar televízióban, ötös csatornán lezajlott beszélgetés volt Gulyás úr vezetésével, aki még ott volt, Bedő Imre, egy blogger és saját műsorai vannak. Bukovinszky Gergő szintén egy podcasttal rendelkezik és nagyon sok műsort csinál, és Ruspai tanár úr, aki ugye a ismert szereplője volt a Covid időszaknak, mert folyton nyilatkozgatott állatorvos létére emberi egészségről. Mennek ki tovább, csak valamiért. Igen. Tehát a WHO finanszírozásáról azt írja ez a közlemény, hogy Gates alapok többsége konkrét célokhoz van kötve. Ez azt jelenti, hogy a WHO nem szabhatja meg saját prioritásait, hanem azok nagy részét a magánszereplőkhöz tartoznak. És természetesen a Gates alapítványnak nincs demokratikus elszámoltathatósága, mint ahogyan a WHO-nak sincs. Igen. A magánfinanszírozás két, vagyis a WHO finanszírozás két forrásból zajlik, egyik a tagdíjak, tehát ezt az államok, a 194 tagállam adja hozzá, és ennek az értéke, vagy ennek a nagysága most már kevesebb, mint 20%. Igazából 13% körül van. Az önkéntes hozzájárulás pedig adja a 87%-ot. Az önkéntes hozzájárulásban vannak tagállamok is, amelyek különösen érdekeltek valamilyen magán célok érdekében, valamint más ENSZ szervezetek, kormányközi szervezetek, jótékonysági alapítványok és a magánszektor egyéb forrásai. Ez azt jelenti, hogy ők... És kétségtelen, hogy most már bocsánat, rossz ez azt jelenti, hogy olyan célokat tűznek ki, amit ezek a finanszírozók fontosnak tartanak. És nem az emberek egészségének érdekében történnek a döntések. Azt kell tehát megérteni, a Csalás természetrajza című diámban összefoglalom, és ami a motivációm volt a nyilatkozatom, a videónyilatkozatom kapcsán is, hogy a WHO vezetőit nem demokratikusan választják. Semmilyen ráhatás nincs, hogy ez demokratikusan történjen. Ahogyan Fritz Tamás elmondta, a etióp terroristát úgy tették nem orvosként a WHO élére, hogy semmilyen ráhatás nem volt a tagállamoknak. A WHO semmilyen szakmai testület nem ellenőrzi. A WHO magánérdekeket követve fogalmazza meg a tennivalókat, amelyeket az évtizedekkel ezelőtt gyanús körülmények között kialakult államközi szerződések alapján hajtott végre a demokráciára épülő államokkal. Így tanácsadó szervezetből épp most 2024 májusáig próbál átmenni államok felett álló általános irányító testülettén. A WHO önkényesen az emberek érdekét nem szolgáló elveket, előírásokat erőltet a kormányokra. A magyar orvosok, a magyar egészségügy szereplői szolgai módon a WHO-t követik.
A fenti három tény semmilyen kétséget nem ébreszt a politikusokban és az egészségügy szereplőiben. Ezért a COVID-19 járványügyi előírások is hamisak, hibásak, veszélyesek. Magyarországon már az első hullám elején úgy döntöttünk, hogy valamennyi olyan elhunytat, akinél a betegség időtartama alatt vagy előtte bármikor pozitív személynek regisztráltak, tehát készült nála laboratóriumi vizsgálat, ami pozitivitást mutatott, mindenkit beszámolunk az elhunytak közé. Ezek a számok, amiket naponta ismertetek az elhunytak vonatkozásában, tartalmazza az összes elhunyt szemét, akit egyébként nem konkrétan haláloknak neveztek meg a koronavírusos fertőzést a halottkérülés során. Tehát ez is az egyik félrevezetés volt, ugye, hogy rengeteg esetet soroltak fel minden nap a járvány kapcsán, és akkor kiderül, hogy ennek csak egy töredéke volt, ahogy a Müller Cecilia elmondja, 3%-a volt ténylegesen úgymond COVID beteg. A többi az legfeljebb az alapbetegségére, ha ezeket mind elfogadjuk, hogy ezt lehet tesztelni, és valóban van egy COVID betegség, lehet, hogy az alapbetegségére valami még rárakódott. Egy-két példa még a WHO manipulációiból. A WHO előírása alapján az RRR-t, vagyis a relatív rizikócsökkenést számolta a magyar orvos társadalom az oltások hatásosságára, és ennek eredményeként azt propagálták, hogy 95%-os hatékonyságot hangoztatta a gyártó, ezt hangoztatta a magyar egészségügy is. Az ARR, vagyis az abszolút rizikócsökkenés viszont csak 0,4%, azaz azzal a betegséggel szemben, amit egyébként is csupán a lakosság 0,88%-a kapott volna el. Tehát még egyszer, nagyon röviden, hogy az abszolút rizikócsökkenés az lenne, hogyha azt mérnénk meg, hogy 100 betegből hányan kapják meg. A relatív rizikócsökkenés, ahogyan ők ezt propagálták, az pedig azt jelentette, hogy az egyébként is a 100-ból csak egy se kapta meg, azt még redukálta mondjuk fél emberre. Tehát, hogy nyilván nagyobb számokat véve alapul, akkor ez kimutatható valami kis különbség, de valójában ez egy óriási félrevezetés, mert az emberek elhitték, hogy 95%-ban esélyük van, hogy nem lesznek betegek. Pfizer reported that its vaccine shows a 95% hatékonyságot mutat a vaccine. That sounds like it protects you 95% of the time, right? But that's ez azt jelenti, hogy 95%-ban megvéd, de nem ez. Not actually what that number means. In the Pfizer trial, 8 out of tehát a Pfizer kísérletben 18.198 emberből 8-nál alakult ki a COVID-19. Tehát elenyésző. 18,198 people who were given the vaccine developed COVID-19. In the unvaccinated placebo group, 160. A be nem oltottaknál 162 kapott úgymond COVID betegséget. Tehát a tizenvalahány ezer, vagy igen. Ami azt jelenti, hogy még vakcina nélkül is rendkívül alacsony a COVID-19 megfertőződésének a kockázata. Vaccine, the risk of contracting COVID. És vakcina nélkül is 0,88%, amit ezután a vakcina 0,4%-ra csökkentett, úgymond. Hát ez volt a kísérletüknek az elszámolása. 18 ezerből 162 helyett csak 8 ember kapott. So the net benefit. Tehát a nettó haszon, vagy az abszolút kockázat csökkenés, amelyet a Pfizer vakcinával kívánnak, az 0,84%. Tehát 1% alatti haszon. The absolute risk reduction that you are being offered with the Pfizer vaccine is 0.84%. 0,84%. That 95% number, that refers to the relative difference between 0.
Tehát az 1% alatti lakosságot érinthetné igazából, ezért beoltották az összes embert, tehát a 100 embert beoltották, de az csak az egyet érintette volna esetleg. 88% and 0.04%. That's what they call 95% relative risk reduction. And relative risk reduction is well known to be a misleading number, which is why the FDA recommends using absolute risk reduction instead. Which begs the question, how many people would have chosen to take the COVID-19 vaccines had they understood that they offered less than 1% benefit? A gyógyítás általi halál a COVID árjárvány alatt, tehát ugye maga a gyógyítás okozott nagyon sok halálos esetet. Itt van ez a Telex cikk, amit említettem. Azt írták, hogy a lélegeztető gépre kerülők 80%-a meghalt az okfő jelentése szerint. 80%. És hát, hogy mi minden volt még, amivel az egészségügy maga okozott halált. A Remdesivir nevű kísérleti gyógyszer, maga a lélegeztetőgép, az antibiotikus kezelésnek a megtagadása, az idősek úgymond triás prioritása, ami azt jelentette, hogy hát, ha már nagyon idős, akkor már nem azzal foglalkozunk, hanem az úgymond fiatalabbal, és akkor inkább hagyták meghalni. A lelki trauma, félelmi állapot gerjesztése a vészhelyzeti intézkedések alatt. Egyéb súlyos betegek ellátásának megtagadása, vagy erőteljes megnehezítése. Ugye nagyon sok betegem panaszkodott arról, hogy nem tud bemenni a szokásos gyógyszerét feliratni, vagy a szokásos ellenőrzésre, mert átszervezték az osztályokat, nem engedik be, feltételekhez kötik, és így tovább. Az oltatlanok ellátásának megtagadása. Néha ez egészen durva fokú volt. Megszégyenítették a betegeket, és nem kapták meg a nekik járó vizsgálati eljárás sem. Mindenkit, akinek pozitív PCR-tesztje volt, az függetlenül attól, hogy miben halt meg, COVID halottnak kellett elszámolni. És hát tiltották a boncolást, amiből ugye az egészségügy, illetve az orvoslás tanulhatott volna. A Remdesivir egy kísérleti szer, amit a WHO ajánlott COVID ellátásban, miközben a hatékony és ártalmatlan szereket tiltotta. 3%-kal a halálozás növekedett. A doctor for decades, his TV goes on and on and on. If you look at the 4 independent studies, including the large study by the WHO, it shows remdesivir increases the risk of death. Let me say that again. Remdesivir increases the risk of death by 3%. It increases your chances of renal failure. 20%-kal növeli a veselélytelenség kialakulását. This is a toxic drug. Ez egy mérgező. But just to make the situation even more preposterous, the federal government will give hospitals a 20% bonus on the entire hospital bill if they prescribe remdesivir to Medicare patients. Remdesivir costs about $3,000 a course. Ivermectin reduces the risk of death by about 50%. It costs the WHO 2 cents. Tehát az Ivermectin 2 centbe került volna, ez $3,000 került volna. Ivermectin. Yet the FDA calls this a dangerous course deworming medicine. Hospitals have become dangerous places for sick people. I had 7 COVID patients. I was not allowed to treat these people. I had to stand by idly watching these people die. I then tried to sue the system, and you know what they did? They immediately
suspended my hospital privileges, ignoring the fact that under my care, the mortality was 50%, those of my colleagues. A remdesivir nagyon káros vírus elleni kísérleti szer, soha nem szabadna magyar orvos magyar embereken alkalmazza, csak azért, mert a WHO protokollban ajánlja. 15 tanulmány mutatta ezt ki. Megemeli a májenzimeket, májkárosító, sejtlégzést károsít, citotoxikus, vesekárosító, multi-organ dysfunction syndrome, ez egy sok szervet érintő megbetegedés szindróma, COVID-19-re teljesen hatástalan, korábban az ebola kezelésében használták, de leállították, most a legtöbb halált okozta a bevethető szerek között. Ezek után bevezették a COVID ellen, a legveszélyesebb szerek egyike. Légzési distress szindrómát okoz, ez légzési elégtelenség, tehát megfulladnak a betegek, szív- és érrendszeri hatás van, pitvarfibrilláció és szívleállás. Tehát ez is hozzájárult sajnos ahhoz, hogy a kórházba került úgymond covidos betegek azok meghaltak. Aztán nagyon érdekes jelenség volt ugye, amire fel kellett figyelnem, amikor ezeket a kijelentéseket tettem, hogy a világ valamennyi állami és egészségügyi vezetője egyszerre ugyanabban az időben ugyanazt a mantrát fújta, és mint a WHO-t követte. To be truly effective, vaccines, treatments and diagnostics must be affordable and accessible to all. Equitable and universal access to vaccination, treatment and diagnostics. We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies, and ultimately developing a vaccine. Everyone should have access to COVID-19 testing, treatment, and vaccines. But the task will only be completed when vaccines, tests, and treatments are available and affordable to every child, women and men who needs them. To support vaccines, therapeutics, diagnostics development, preparedness efforts, and humanitarian assistance. On how to make vaccines, treatments, and diagnostics accessible to everyone. In addition to investing into diagnostics, therapies, and vaccines. So the race for a vaccine, for better treatments, for quick and reliable tests. Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen für alle Menschen auf der Welt verfügbar, bezahlbar und zugänglich sein. COVID-19 Research and Development Work on Vaccines, Diagnostics, Therapeutics and Respiratory Medicine will provide universal access for the anti-COVID RAT tests and vaccine. To make sure that everyone has access to treatment, to vaccines, to a strong health system. Des moyens de diagnostic, de traitement et des vaccins. Well, I should be able to access in vitro diagnostics like tests and therapeutics and vaccine for better diagnostic and therapeutic medical supplies. We must also ensure that there is access to better treatment and care in the global quest for a vaccine. In ensuring development, production, and equitable delivery of COVID-19 diagnostics, therapeutics, and vaccines. For vaccines, diagnostics, and health systems. Has access to COVID-19 tests, treatments, and therapies. COVID-19 tests, treatments, and vaccines can strengthen our healthcare systems. That the solutions for this pandemic are going to come from science, whether they're new diagnostics, new vaccines, or new therapeutics. So we are working with a number of partner agencies to try to develop a new vaccine for COVID-19. As it ensures impartial access to diagnostics, treatment, and later on vaccine against the disease. This needed to ensure access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines for all. To ensure that new COVID-19 diagnostics, therapeutics, and people's vaccine are safe, effective, and affordable. For treatments, vaccines, and tests. On equitable access to diagnostics, treatments, and vaccines. We need new diagnostics, vaccines, treatments, and an equal distribution to all. We need to make vaccines, treatments, and diagnostics accessible to everyone. We need to develop an effective vaccine, effective treatments, testing systems that work,
diagnostics and therapeutics. COVID-19 diagnostics, therapeutics, and vaccines. Of effective diagnostics, say treatment, and vaccines. Diagnosis, treatment, and vaccine development. But you don't have a choice. People act like you have a choice. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. I mean, and we're taking things that are, you know, genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot right into the vein. We just shoot right into the vein. We just shoot right into the vein. Reducing the population growth, reducing the population growth. Reducing the population growth. Még rengeteg ilyen megszólalás van, de ezt nem folytatom. Mi a magyarázat? Sehogy másként nem képzelhető el, ezek egybecsengő nyilatkozatok egy időpontban, csak úgy a WHO előírta az államok vezetőinek, hogy ezeket a félelem gerjesztő bizniszorientált propaganda szövegeket kell elmondják. Különös hangsúly a diagnosztika és a vakcina fejlesztés témakörére. Nagyon fontos dolog, hogy a magyar orvosok a WHO által előírt járvány meghatározást követték. A járványok meghirdetése 2005 előtt úgy nézett ki, hogy a WHO 69-ben átfogalmazott IHR-től függött, tehát ez a nemzetközi egészségügyi rendszertől, vagy szabályzástól. Az volt a meghatározás, hogy nagy területre, földrészre, több országra, vagy egész világra kiterjedő, normálistól eltérő, egészségi állapotú emberek számának előre nem látható gyarapodása. Tehát valamiféle betegséget meg lehetett figyelni, hogy terjed. Újonnan megjelenő betegségről, annak új fertőző kórokozójáról, új geográfiai területre való terjedéséről volt tehát szó. Ilyenek a kolera, a pest is, a sárgaláz és így tovább. Aztán 2005 után elkezdték ezt megváltoztatni. Megalkotja a WHO a nemzetközi jelentőségi közegészségügyi vészhelyzetet, amit fake-nek neveznek. Ezzel kiterjeszti a vészhelyzetet az ismert járványokról bármi másra is. Csak úgy, mint az IHR, tehát a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 1969-es, a 2005-ös elsősorban a WHO tagállamok értesítéseire támaszkodik. A Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 2005 azonban azt is lehetővé teszi a WHO számára, hogy megvizsgálja a lehetséges eseményeket olyan forrásokból származó információk alapján, melyek nem attól az államtól származnak, ahol az események feltehetően megtörténtek. Például ellenőrzi az államokat a média, a kutatók vagy a nem kormányzati szervek által nyújtott információk alapján. Ezen túlmenően az IHR 2005 lehetővé teszi a WHO-nak, hogy együttműködjön más államokkal és más nemzetközi szervezetekkel a járvány kiterések leküzdése érdekében, még akkor is, ha a járvány kiváltó állama maga nem hajlandó együttműködni. Ennek itt vannak a forrásai. Tehát a WHO ellenőrzi az államokat. Tehát 2005-ben elkezdődik ez a megfordított folyamat. Nem tanácsot ad, hanem már ő ellenőrzi az államot. A járványokat 6 szakaszra osztja, melyek ismétlődnek. Mikor véget ér egy járvány, akkor már kezdődik a következő járványra való felkészülés időszaka. És így folyamatosan járványban élés tudatát hozza létre az emberekben. Tehát az első szakasz, hogy állatokba terjed, emberben még nem. Második, emberekben okoz fertőzés, az állatokban előforduló vírus. Harmadik, elszólt embercsoportokban terjed, de még nem általános közegészségi szinten, közösségi szinten. Negyedik, személyként terjed mindenfelé. Ötödik, egy WHO régióban egynél több országban terjed, és hatodik, legalább 2 WHO régióban terjed. Ez volt a 2005. Aztán napjainkban, 2017-ben még tovább változtatták ezt, még lazább egész éves ciklusokat írtak le, így egy folyamatos ciklusosan változó járványveszélyt teremtettek. A H1N1 járvány, ugye, ami 2009-10-ben volt, tapasztalataiból kiindulva csökkentették a kritériumok számát. Nincs már több WHO régió, nem kell több WHO régióban legyen a járvány, nincs mindenfelé terjedés szükségessége,
Csupán pontosabban nem meghatározott virológiai, epidemiológiai és klinikai eredmények alapján kijelenti a WHO főigazgatója, hogy világjárvány van. Tehát erre mondja a Kriszt Tamás, hogy csak oda kell állni a mikrofonhoz a Tedrosnak, be kell mondani, hogy pandémia, és akkor mindenkinél lezárást utasít. Már nem az egészségi állapot változása számít, hanem elég egy teszttel, egy vizsgáló módszerrel meghatározott veszélyesség, ami a Covid esetén valótlan. Ezeket próbáltam ugye igazolni az előadásomon eddig. Amikor épp nincs, akkor készülni kell a következő aktív szakaszra, vagyis folyton világjárvány tudatban kell élni. Tehát már csak négy szakaszt említ, nyugalmi szakasz, készenléti szakasz, pandémia szakasz és átmeneti szakasz. Járványok, mint az emberek félelembe kergetésének felettük való hatalmaskodásnak eszközei. Összegzés a WHO témakörnek. A WHO nem demokratikus, szakmai kontroll nélküli intézmény 1948 óta. A WHO önállóan meghirdethet járványt, akár szakmailag hibás kritériumok alapján. Semmi kontroll és semmi korrekció nincs. Önálló, kötelező ajánlásokat tehet a kormányoknak az általa meghirdetett járvány kezelésére. Tehát ő maga meghirdeti, és ő maga megmondja, hogy mit kell csinálni. És ezt utasításba adja. Karantén, lezárás, maszk, terápia, oltás, stb. Ez van most. És a negyedik, ami majd fenyeget 24 májusától, átveheti egy nemzetállam feletti hatalmat egy általa meghirdetett járványra hivatkozva, és irányíthatja a nemzetállam fegyveres erőit, gazdasági intézkedéseit, egészségügyét, elveheti az állampolgárok alapvető szabadságjogait. Ezt előkészítették 300 módosítással, az IHR 300 módosításával. 2005-ös szabályzatot úgy módosítják, hogy az lehetővé tegye a teljes hatalom átvételt az országok felett, eltörölje a személyiségi jogokat. Több mint 300 szövegmódosítást akarnak egyszerre megszavaztatni a májusi WHA, tehát ez a világközgyűlés, WHO világközgyűlésen, amelyeket titkos tárgyalásokon készítenek elő. Tehát egy, a WHO kitalál egy új fertőző betegséget, most ugye X betegséget, meg majomhimlőt, ismert ugye, hogy Tedros a majomhimlőt úgy hirdette ki nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetként, hogy a 12 tanácsadóból 7-en azt mondták, hogy nem az. Mégis kihirdette. Tehát teljesen független a szakmai tanácsadóitól is. Szakmai konszenzus nélkül veszélyhelyzetet hirdett a világ 194 országában, harmadik intézkedést kezd Magyarországon, és lezárások, maszk, oltás, iskolaszünet, pénzek, stb. Negyedik, egyetlen magyar bíróság sem fog tudni többé tenni semmit, ha ezt 2024 májusában Magyarország is aláírja. És ugye ez az utolsó, amit ismerünk ebből az előkészítő anyagból, 2023. február 8-ai, mi mindig csak ez hozzáférhető, az újakat titkolják, az új módosításokat. Az emberi jogok, az emberi méltóság és az emberi szabadságjogok tiszteletbe tartását az egyezmény módosításaiból törölték. Az emberek észrevették és panaszkodtak, ezért számukra nem fontos, hasonlónak tűnő nagy szavakat hozzáadtak a pandémiás szerződéshez, olyanokat, mint hogy e rendelet végrehajtása, és akkor a méltóság, emberi jogok, alapvető szabadságjogok helyett méltányosság, a befogadás, a koherencia elvei alapján, valamint részes államok közös, de differenciált felelősségének megfelelően, figyelembe véve társadalmi és gazdasági fejlettségüket, tehát olyan szavak, olyan mondatok, aminek se füle, se farka, de mégis lehetővé teszi azt, hogy az emberi szabadságjogokat töröljék ugye a passzusból, és azok próbására ők átvegyék az irányítást az állam felett. Olyan intézkedést készítenek elő, amelynek tartalmát csak az utolsó pillanatban akarják ismertetni a felelős aláírókkal, titkolják, a nyilvánosságot teljes kizárják, és azt szeretnék, ha az új szöveg lehetővé tenni az emberi jogokat semmibe vevő világkormány általi, tehát a 194 ország feletti korlátlan hatalmat járványhelyzetben. Járványhelyzetet meg ugye a
az előbb elmagyaráztam, hogy állandóan létre tudnak hozni. Tehát kvázi állandósítani tudják a járványhelyzetet, és folyamatosan világkormányként tudnak regnálni. Megszűnne a választott magyar kormány joga irányítani a magyar viszonyokat. Egy jó kétes múltú, nem orvos, soha demokratikusan meg nem választott testület élén, de akár teljesen önhatalmulag egy személyben dönthet rólam, önről és bármely más magyar állampolgáról, hogy be kell-e oltatni, kell-e maszkot hordania, járhat-e munkába, iskolába, oda kell-e adja az ingatlanát, mert éppen veszélyhelyzet van, vagyonát a járvány elleni küzdelem jegyében, abba kell-e hagyja a vállalkozói tevékenységét. Ehhez felhasználhatja a magyar erőszakszervezeteket, idehozhat idegen fegyvereseket, és ez a magyar bíróság és egyetlen magyar intézmény sem bírálhatja felül. Ez elfogadhatatlan, és ha az állam nem tud lépni ellene, emberi jogainknál fogva, akkor saját jogainknál fogva meg kellett, hogy szólaljak. Amikor tehát a kormányzati intézkedéseket kritizáltam, amikor tüntetésre hívtam, akkor az itt elmondottakkal tisztában voltam. Hiszem azt, hogy a kormányunkat kötik az aláírt szerződések, és szüksége van a lakosság támogatására ahhoz, hogy elég érve legyen ebből a WHO békjogból kilépni. Ezek a nemzetközi szerződések nem teszik lehetővé a kormány számára az önálló cselekvést. A WHO a magyar jogba van beültetve, tehát erről csak véleményt lehet mondani, tiltakozni lehet, szakmai vitát lehet folytatni, lobbizni lehet politikusok között, de ezeket kell tenni, mert a WHO egy merénylet az emberi egészség, családi életünk, gyerekeink jövője ellen. A WHO eredeti célja, a 194 tagállam összehangolja az egészséggel, járványokkal kapcsolatos működését, minden nép eléri a lehető legmagasabb szintű egészséget. Ez volt ugye az eredeti szlogen, vagy hathatós vonzó elv. Ehhez mérten a tagállamok finanszírozzák a WHO-t. A WHO az alkotmányában és a nemzetközi szerződésekben meghatározott módon a tagállamoknak ajánlásokat tett, adatokat szolgáltatott. Negyedik, a mai napig egyre növekvő arányban vett át a WHO a finanszírozását, ezzel együtt az irányítását a magántőke. Jelenleg a WHO-t 85%-ban nem tagállamok reguláris finanszírozása tartja fenn. Mivel a gyógyszeripar finanszírozza, ezért a WHO a gyógyszeripar érdekét szolgáló magánintézményé vált, miközben nemzetközi szerződések révén ez irányítja a világ politikusai országait. Tehát azt szeretném elmondani, hogy itt egy újfajta szembenállás bontakozott ki, ami nem a polgár és az állammal szembeni, nem a hatalom és az államellenesek, nem a jobb oldal és a bal oldal, nem egyes politikusok egymás közötti csatározása, nem a különböző vallások hitvitája, nem a katonai tömbök, nem a különböző kultúrák összecsapását jelenti. Itt van egy új jelenség, amit úgy neveznek, hogy új világrend. Ezt én egyszerűen csak zsarnokságnak nevezem, és az új világrend ellenzői, akik pedig a szabadságot szeretnék. Az új erők közül kéne választani, mert az eddigieket elfoglalta bennünket nyomorba dönteni akaró globalista elit. Tehát ez a meggyőződésem, hogy amikor azt mondtam, hogy arra buzdította a videónézőit, hogy mondjanak nemet ezekre az intézkedésekre, álljanak mögéjük, hogy vége legyen ennek az egésznek. Tüntetéseken való részvételre hívtak el őket, illetve kérte, hogy minél több ember szemét nyissák fel. És olyan kijelentéseket tett, hogy az emberek ne higgyenek a politikai pártoknak, politikusoknak, mert mindnek ugyanaz a gazdája. Tehát ugye szakmai megbeszélés ellehetetlenítése zajlott. Mi megrendeztük az első, második, harmadik és negyedik budapesti nemzetközi Covid konferenciát. Ez volt az első a világon, ami a Covid-dal kapcsolatban függetlenül információkat jelenített meg, de egyetlen egészségügyi vezető vagy egészségügyi celeb sem jött el, pedig meghívtuk őket. Itt szeretném majd csatolni a Kincses Gyulával való levelezést, aki nyíltan leírta azt, hogy odaadhatom most? Vagy nyíltan leírta azt, hogy
Nyíltan leírta azt, hogy nem kívánja azokat a, az elveket validálni, vagy érvényt nem akarja támogatni, amelyeket itt bizonyos emberek elmondanak, ezért ő nem kíván részt venni rajta. Tehát egyszerűen a lehetetlenné tették a megbeszélést. Nem akartak szembesülni az ellenvéleménnyel, etikai eljárásokat indítottak és cenzúráztak. Tehát egy háború zajlik, de már nem az előbb említett felek között, ugye nem kormány és ellenzéknek hasonlók, hanem teljesen új szempontok szerint a szabadságot támogató emberek és a, ezt a fajta zsarnokságot támogató, újvilágrendet támogató emberek között. Az új világrendet le is írták, és annak a leírt könyvét elhoztam, amit Klaus Schwab adott ki. Ez a Covid-járványnak az elején megjelentetett könyv, és az arról szól, hogy milyen fajta elveket akarnak bevezetni az emberek felett. Tehát ezek nem ismeretlen, meg nem titkos dolgok, hanem ezek megvannak, le vannak írva, mérvadó személyiségek írták le, hivatkoznak rá, Szijjártó Péter többször hivatkozik rá, hogy új világrend közeledik, de hogy mik a tartalmai, azt ugye a nagy közönségnek nem mondják el. A védőoltások nem védőoltások, hanem génmanipulációs és mérgező anyagok, a készítmények iránti bizalmat rég meg kellett volna ingatni. Ugye, mert hogy azt mondta az ügyészség, hogy váltott különleges jogrend idején megjelent videója alkalmas volt a köznyugalom megzavarására, a járvány elleni egységes kormányzati védekezés akadályozására, a járványügyi intézkedések aláásására, a védőoltásba vetett bizalom megingatására, ezáltal a járványhelyzet következményeinek súlyosbítására. Ez véleményem szerint azon a megtévesztésen, azon a propagandán alapul, amely például ezen a plakáton, hogy az oltatlanok mások életét is veszélyeztetik, ezért vegye fel, ugye? Véleményem szerint a helyes az lett volna, ha az én ellenvéleményemet orvosi értekezleteken megvitatjuk, az események után pedig intézkedéseket értékelik. Tehát azokat az intézkedéseket, amiket maguk tettek, azt ki kellett volna értékelni. Na tehát a háború az úgy zajlik, hogy két oldal van. Az egyik oldal, az új világrend, ennek az új világrendnek a hívei, helytartói. Ez néhány tízezer globalista és globalista hívő. Ez a Világgazdasági Fórum, a WEF, az ENSZ, a WHO, vagyis a Világegészségügyi Szervezet, az EMA, vagyis az Európai Gyógyszerhatóság, az FDA, vagyis az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság, az EU Parlament. A Klaus Schwab iskoláját elvégzett politikusok, ugye van egy ilyen fiatal Young Leaders iskola, amit Klaus Schwab alapított sok évvel ezelőtt, és nagyon sok európai politikus ezt mind elvégezte. Globalista cégek, pénzintézetek, digitális világ, világ média birodalmai, felbérelt celebek, hamis propaganda, agymosás. Ez tartozik ide. Ugye azt mondtam, hogy a háború folyik az emberiség ellen, mindenkit meg akarnak ölni félelemmel, oltásokkal, hibás kezelési protokollokkal, stb. Nem olvasom végig. A jelenlegi brüsszeli elit vezetői, azok gyakorlatilag be vannak kötve ebbe a globalista elitbe, amiről most beszélünk, a Világgazdasági Fórum által képviselt, persze sok más szervezet által is képviselt, tehát Bilderberg csoport, most nem akarom sorolni, tripartit bizottság, tehát az egész globalista elitbe, bizonyos esetben be vannak kötve ezek az emberek, Timmermansra gondoljuk, Vera Jourovára gondoljuk, Verhofstadtra, és sorolhatnánk, de biztos soknak a egyharmada például Soroshoz erősen kötődik, ezt kimutatta egy a kontrahop.hu egyébként, és azon kívül pedig azt is tudjuk, hogy a képviselők, az EP képviselőknek egy jelentős része szintén Soroshoz kötődik. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ahhoz, hogy változásokat
történjenek meg, ahhoz tényleg kell egy óriási fordulat az EP választásokon, és utána lehet azon abban reménykedni, hogy esetleg nem ilyen vezetői lesznek az Európai Uniónak, mint Ursula von der Leyen, aki a WEF kuratóriumában benne van, és többször már hangoztatta, hogy ő bizony a Klaus Schwabi világképpel teljes mértékben egyetett. És akkor van a másik oldal, a felébredettek tábora, ugye akik ezzel szemben harcolnak. Ők például közéleti személyiségek, ilyennek tartom Krisz Tamást, Kokol Bélát, Schmidt Máriát, olyan vallási vezetők, akik szembefordultak a mainstream vallási intézményekkel, például Vigánói Esek, de visszatérek, vagy a görög katolikus egyházból is több vezető. Aztán orvosok, tudósok, például Szuharit Bagdi professzor, Robert Malone, Bardos Zsuzsa professzorasszony, aki akadémikus, vagy celebek, mint Bedő Imre, akit az előbb láthattunk a videóban, Naomi Wolf, vagy Balázs, Sebestyén Balázs, politikusok, Dúró Dóra, Mi Hazánk alelnöke, az AfD német párt tagjai, Donald Trump, Robert Fico és így tovább, újságírók, Szőke Mária Magdorna, Tucker Carlson, sérült, megbetegedett, becsapott, oltottak, rengeteg betegem és kollégám betegei szerte a világon, mindazok az állampolgárok, akik nem félnek, nem zsarolhatók, bátran kiállnak, ellenállnak, tüntetnek, felszólalnak, perelnek. A békjóból kilépő országok népei, mint Szlovákia, Észtország, Új-Zéland. Jelenleg 11 ország jelentette be, hogy nem ért egyet a WHO térnyerésével, és ezen túl a napokban további 49 afrikai ország képviseletében nyújtottak be panaszt, és még egy nagy beadványban sok ország nevében, tehát recseg-ropog ez az intézmény. Mennyien vagyunk? Csak becsléseket lehet hagyatkozni, vagy adokra lehet hagyatkozni. Szerintem Magyarországon 500 ezer és 1 millió között van azon emberek száma, aki különböző szinten, a világban 10 és 100 milliók, akik különböző szinten értik, vagy kiállnak ezen szabadságjogok mellett. Sajnos a többség az még mindig hiszi, hogy például a WHO-tól csak jó származhat. A propaganda az mindig valós, a mainstream médiában megjelenő propaganda valós, de azt látom, hogy rohamos az ébredés. Ezek azért mondtam el ezeket, mert szerettem volna érzékeltetni a tisztelt bírósággal, hogy nem egyedül én vallom ezeket az elveket, hanem nagyon sokan vannak a világban. Háború színterei, ugye az emberek manipulációja, felvilágosítása, propaganda, az emberek kényszerítése, ez zajlik ugye a társadalomban, és a kényszerítés az oltóközpontokban például. A tudományos orvosi konferenciák, ahol megmérettethetnek a különböző nézőpontok, parlamentek, felszólalások, jogszabálymódosítások, akciók, egyes régi és sok új médiák, televíziók, írások, blogok, weboldalak, egyre több csatorna létezik, amelyik valamit közöl ebből a mérhetetlen aljas merényletből, ami a háttérben zajlik. Könyvek, nagyon sok könyv, egy táskányi könyvet elhoztam. Utca, ahol tüntetések, rendezvények, demonstrációk zajlanak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Döbbenetes, hogy a kormány és a köztársaság magyar parlamentben is úgy tesz, mintha nem is lett volna eszközgyűlés.
pedig ha a pandémia szerződést és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat elfogadják a WHO égisze alatt, az rendkívül brutális mértékben fogja a magyar nemzeti szuverenitást sérteni és az emberi szabadságot korlátozni. A világ történelemben először szerepel egy ilyen nemzetközi dokumentumban a világ kormányzás kereteinek a megalapozása. Szó szerint ezt írták le benne, és idézem, arra készül a WHO, hogy felülbírálhassa a szuverén nemzetek egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit. A nyári ülésszak során igyekeztem a külügyminisztériummal erről egy értelmes párbeszédet kezdeni, de az államtitkár úr sajnálatos módon legyurcsányistázott engem. Remélem, hogy ön nem ezen a szinten van, miniszterelnök úr. Kérem miniszterelnök úr, hogy biztosítsa a magyar embereket, hogy tiltakoznak a világkormány létrehozása ellen. Azt kérem miniszterelnök úr, hogy a magyarok egészségügyi adatait semmilyen, pláne nem a Big Pharma által nyíltan pénzelt nemzetközi szervezetnek ne adják ki. Azt várjuk el miniszterelnök úr, hogy ne engedjék meg, hogy egy etióp marxista terrorista, Tedros Ghebreyesus, veszélyhelyzetet hirdethessen ki Magyarországon, és dönthessen arról, hogy milyen egészségügyi intézkedéseket kell a magyar államnak kötelezően végrehajtania. Azt várjuk el, miniszterelnök úr, hogy ne vezessék be Magyarországon a globális egészségügyi bizonyítványokat, és ne kapjon a WHO ellenőrzési jogokat nemzeti erőforrások felett, mert ezek mindegyike szó szerint szerepel ezekben a dokumentumokban, amelynek az egyikét már el is fogadták az ENSZ közgyűlésen. Első körben november 30-áig van lehetősége a magyar kormánynak is tiltakozni ezen tervek ellen, illetve a végső elfogadásukra jövő év májusában kerül sor, akkor, hogyha önök nem lépnek fel az ENSZ-ben, illetve minden nemzetközi szintéren ezzel szemben. Megjegyzem, hogy semmi közöm a Mi Hazánk párthoz, és egyáltalán semmilyen párthoz, tehát én ezt csak azért idéztem be ezt a megszólalást, hogy igazoljam, hogy a magyar parlamentben is már vannak megszólalások a témában, és elég tisztán látják a tennivalókat, nyilván egymást győzködik. A háború szintereihez tartottak még előadások, orvos etikai perek, ellenem is több ilyen etikai per zajlik jelenleg is, orvosi rendelők, ismeretlen géninjekciók alkalmazása, nem megfelelő tájékoztatás az orvosi ellátás járvány egyében. Tehát ugye ezek is olyan helyek, ahol vagy szembefordul az állampolgár azzal, amit rá akarnak kényszeríteni, vagy pedig aláveti magát és károsodik az egészséget. Bíróságok, ugye rémi terjesztésről nem is kell beszéljek, indokolatlan maszkmentesítés Németországban, olyan orvosokkal szemben, akik köztiszteletben állnak, és mentesítő igazolást adtak ki, hogy az asztmájára, meg a gyereknek nem kell maszkot hordania, az ellen eljárásokat indítottak. Oltáskárosodás perek vannak egyre nagyobbak, egyre nagyobb összegekért a világban, akik igazolni tudják és akarják, ugye Magyarországon valamilyen módon az emberek alszanak, de rengeteg oltáskárosodott ember van és halál. Döntéshozók, szakemberek felelősségre vonása, kártérítési perek, ilyenek zajlanak már a világban. Vagyis nem vagyok egyedül a véleményemmel, Magyarországon sem, de a nagyvilágban még inkább nem. Ez a Robert Fiszónak egy rövid
A všetci ste sa smiali na iných štátoch, na iných krajinách. Smiali ste sa na Rusku, kde sa postavili na princíp individuálnej návštevy pacientov lekármi. A v podstate lepšie to zvládli, ako sme to zvládli to na Slovensku. Máme 21 tisíc úmrtí, ktoré spájame s tým, že vlády, ktoré tu boli od roku 2020, neboli schopné riadiť a hľadili len na ekonomický prínos a samozrejme hľadili na to, aby sa kláňali farmaceutickým firmám, od ktorých kupovali v obrovskom množstve zbytočné zdravotnícke pomôcky a často aj vakcíny. Nechcem už aj hovoriť o európskej úrovni. Viete, že som bol veľmi otvorený, ja som to povedal pani predsedničke Európskej komisie otvorene, že tie podozrenia, ktoré sú spojené s ňou a s nákupom, najväčším nákupom v histórii Európskej komisie vakcín, kedy si doslova do písmena vymieniala tajné SMS-ky s riaditeľom Pfizeru a kedy poslancom Európskeho parlamentu na posmech bola napísaná vydaná správa, ktorá bola celá začiernená, jednoducho nedozrieme sa nikdy pravdu, akú úlohu farmaceutické firmy zohrali a kto vlastne organizoval celý tento cirkus okolo COVID. Za týchto podmienok, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky sa rozhodla, že vloží do programového vyhlásenia vlády záväzok, že sa vysporiada s touto témou. Slovenská verejnosť jednoducho potrebuje odpoveď. Potrebuje odpoveď ohľadne očkovania. Čo to vlastne bolo? Prečo boli ľudia očkovaní rôznymi experimentálnymi vakcínami bez akýchkoľvek skúšok? Prečo do ľudí boli vchaté všelijaké lieky? Prečo bolo celoplošné testovanie? Kto kupoval? Prečo kupoval? Aké množstva sa kupovali? Koľko to stálo peňazí? Predchádzajúce vlády COVID absolútne nezvládli a majú na krku 21 tisíc mŕtvych ľudí. A zarobili podľa všetkého obrovské peniaze na zbytočné kúpe rôznych zdravotníckych pomôcok a na vakcínach. Ďakujem pekne. Másik hazai közéleti személyiség Schmidt Mária, Széchenyi díjas magyar történész, Terrorháza Múzeum főigazgatója, Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, 20. és 21. századi intézet főigazgatója, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány főigazgatója. Több cikke megjelent különböző újságokban, a írásos vádlotti beszédemet fogom majd átadni a tisztelt bíróságnak, és abban részletesebben benne vannak cikkek az ő tollából. Tapasztalatok nem igazolták az ígéreteket, a beoltottak, megbetegedtek, sőt másokat is megfertőztek. Lassan arra is fény derült, hogy a koronavírusnak szövődményei káros esetenként hosszú távú mellékhatásai is vannak. Ezt mondta többek között. Azt is mondta, mára egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a koronavírust a Wuhani laboratórium olyan kísérletben fejlesztették ki, amit az USA részfinanszírozott, mégpedig a fent említett Fauci vezetésével. Olyan biológiai kísérletek részeként, amik akkor már évtizedek óta folytak. Bebizonyosodott, hogy az első halottak a Wuhani labor dolgozói voltak. Mindenki, aki ezt kétségbe vonta, pellengére állították, ezt is mondta. És hát a szinterekhez tartoznak azok a hatalmas konferenciák most már, amelyek szerte Európában és a világban zajlanak, és méghozzá parlamentekben. Tehát például brüsszeli parlamentben zajlott konferencia, Berlinben ugyancsak a parlamentben, Bukarestben a parlamentben,